Mondhatjátok nekem azt most jó indulattal, hogy na hát ez se engedheti meg magának, inkább fikázza, de ma nem erre megy ki a játék tényleg, és annó nagyon régen én már csináltam nektek egy ilyen videót, ilyen nevetséges designer darabokról, és hát időm akad most, és tegnap ránéztem néhány ilyen oldalra, és találtam egy-két nevetséges dolgot, bár nehezebb helyzetben voltam, vagyok most, mint akkor, annó, amikor megcsináltam ezt a videót, mert most egész jó dolgok vannak mindenhol. De tisztázzunk egy fontos dolgot az elején. El kell különítenünk mindig azt, amit a kifutón látunk egyes tervezőktől, meg amit meg lehet tőlük vásárolni, tehát a ready-to-wear darabok. Ugyanis a kifutó az mindig olyan művészi, az mindig olyan önkifejező, és az nagyon sokszor nem tartalmaz olyan darabokat, amik hasznosak és tényleg praktikusak, viszont nyilván a tervezők az ők általuk megtervezett dolgokat, amiket a vásárlóknak szánnak, hát próbálják nagyjából úgy kialakítani, úgy megtervezni, hogy az praktikus legyen és hordható legyen, de azért néha-néha így megcsúsznak, vagy nem is tudom, hogy mire gondolnak. Én pont ezeket a darabokat szeretem így mindig megtalálni online amúgy. Úgyhogy igen, a divat az egy művészet, egy inspiráció számomra, de azért vannak dolgok, amin én is jókat szoktam röhögni. Lássuk. Valahogy úgy fogom most megcsinálni megint, mint akkor, hogy láthatjátok majd a képernyőn, ahogy amit én nézek éppen, és megpróbálom így összeszerkeszteni ezt az egészet. Azt mondja, hogy Balenciaga nyakpárna 495 euróért, és itt azt mondja, hogy fekete selyemszaténból van. Előre látom, hogy minden luxi influencer ezzel fog pózolni majd a reptéren és a magárepülőn. Igazából a nyakpárnát megértem, ez egy praktikus, hasznos dolog. De hogy kiveszi meg kb. 500 euróért ezt a designer nyakpárnát, igazából nekem is van. Nagyon olcsó volt, nyilván ezt a repülőgépre nem vihetem, de mi így szoktunk tévét nézni, így. Legalább olyan kényelmes, higgyétek el, mint ez a Balenciaga. Nyilván nem sejemből van, de hát, ja. Oké, de maradjunk a kiegészítőknél, méghozzá Visitor Pass kulcstartó. Szintén a Balenciagától, még mindig ott vagyunk. Mi? Ez a kulcstartó, ez mindössze 395 euró, de most meg is szeretném nézni, miből van. 85% akril, tehát műanyag, és 15% réz. És akkor mi kerül 1400 euróba? Na de várjatok, van itt még leírás. Kulcstartó, nyomtatott logó az elején, hátán pedig nyomtatott vonalkód, és all over Balenciaga logót. Hát ez nem győzött meg. Jaj, hát ez a delfines fülbevaló, ezt nézzétek, gyerekek. Kérlek szépen, ez a delfines fülbevaló 60% műanyagot tartalmaz, 30% rezet és 10% üveget, és mindössze 650 euróért a tiéd lehet. Nem tudom, gyerekek, én ilyen delfines fülbevalót 1000 forintért veszek a Mosonmagyaróvári Majálison, és akkor már sokat fizettem érte tényleg. Balenciaga Track Sandals. Nem már, azt hittem, hogy ezt elfelejtjük. Azt hittem, hogy már kicsit úgy leszálltunk erről az otromba papa cipő témáról, de úgy tűnik, hogy ez a trend, ez még mindig tombol, és nem, hogy elhúz innen, jön a nyári verziója, méghozzá szandál formában. Több színben is kapható, hogy látom, fehérben, feketében, és rózsaszínban, gyönyörű, neoprén és gumi. Tehát, hogy nagyon minőségi tényleg, már csak egy fehér sportzokni kellene hozzá. Az ára pedig mindössze 495 euró. Na de gyorsan nézzük a leírást. Ó, a lényeget kiemelték. Bőrmentes, 100% bőrmentes szandál. Akkor miért kértek el érte ennyit igazából? Jó, szerintem a Balenciagát azt kivégeztem. Nézzük is mondjuk a Gucci-t. Ugye a múltkori videómban sok mindent említettem, azt hiszem, a Gucci oldaláról, mert tényleg voltak ilyen nevetséges dolgok, például az a balaklava, az a maszk, az a sapkás maszk, az nagyon vicces volt. Tényleg nézzétek meg a videót, tudom, hogy régi, de szerintem vicces. Most mondjuk nem volt olyan egyszerű a Gucci-n
ilyen nevetséges dolgot találni, mert egész jó dolgok vannak rajta, én úgy gondolom. Azért találtam egy pulóvert tényleg. Oversized sweatshirt with lamp patch. Tehát az előző videómban is volt egy ilyen bambis pulóver a Gucci-tól, de az még olyan szépen volt úgy megrajzolva az a bambi rajta, vagy nem is tudom. De ez ide már tényleg csak egy ilyen csofat bari jutott, nem is értem, eléggé durván néz ki ez az egész számomra. És ez a rózsaszín csofat bárány mintás pulóver mindössze 980 euróért a tiéd lehet, ami egy ajándék igazából. Viszont amit kapsz cserébe, az egy biopamut pulcsi, ami Olaszországban készült. Vízálló csizma Gucci-tól 980 euróért. Úristen, gyerekek! Ez a sárga csizma egy nagyon durva kombinációja, egy sárga gumicsizmának és egy konyhás néni cipőnek. Jó, nem baj, az elején ott van azért az a kis arany Gucci logó természetesen, Jézusom, de balfaszul néz ki a modellen is. Most a Gucci-n sokféle ilyen Mickey Mouse-os dizájnt láthatunk, és megtaláltam a kedvencemet. Ez a Mickey Mouse-os Disney-s Gucci loafer. Nem értem ezt a típusú cipőt alapjáraton, vagyis hát igen, van egy olyan klasszikus stílusa, egy olyan elegáns stílus ennek a Gucci loafernek, mondjuk feketében, azt még úgy megértem. Azt nem tudom, hogy ezt ki mikor tudja felvenni amúgy, mert hidegben túl hideg, melegben meg túl meleg, tehát hogy nem, nincs olyan átmeneti időszak az évben, amikor ez funkcionálna. Amit meg még inkább nem értek ezen az egészen, az ez a nyest taposó, muffszőrös stílus a talpán, nem is értem. Nagyon durva és morbid kombináció Mickey Mouse-zal szerintem. 695 euróért a tiéd is lehet ez, a nem mindennapi darab. Plateau pantolette. Azt. Hát ezt nem tudom hova rakni, ez tényleg ez. Ez. Nem is tudom, mit mondhatnék, és az ritka. 980 euró, tehát, hogy semmiség, de nézzük azt a leírást, mert tényleg nincs hozzá semmi kommentárom, és ez így nem mehet tovább. Jó, hát itt a leírásban csak az van, hogy néz ki igazából kívülről, tehát, hogy ők se tudnak rá mit mondani, vagy hogy honnan szedték az inspirációt. Außergewöhnliche Details, kunstvoll. Jó, ezt így mind megértem, de hogy mit akarnak ezzel? Jó, mindegy, ezt se vesszük meg. Sylvie 1969 mini táska, és már csak az lenne a kérdésem, tehát, hogy ilyen fogantyús táska, az lenne a kérdésem, hogy miért 20 ezer euró ez? Fekete krokodilbőrből van, és ennyi. Minden esetre ezt most nem azért raktam bele a videóba, mert annyira ronda lenne, mert amúgy teljesen normálisan néz ki igazából, csak furcsa az árát tényleg. És találtam még egy táskát, de azt úgyis tudjátok, hogyha régebb óta követtek, hogy én szeretem az olyan táskákat, amik nem praktikusak, de gyönyörűek. És ez is egy olyan darab, ami számomra nagyon szép, de nem értem, hogy ezért 3000 euró, hát 2980 euró, az egy kicsit azért sok. Minden esetre bőrből van ez a geometrikus mini táska, de tényleg nagyon szépen néz ki. Ez műalkotás, és találtam is a Dolce-n is egyet, ami nagyon szép, azt is meg fogom mutatni, abba igazán beleszerelmesedtem. És tudom egy részről, hogy ezek a darabok, ezek leginkább ilyen gyűjtő darabok, tehát gyűjtői darabok, nem hordásra valók igazából, csak nem értem, hogy akkor mit keres itt a Ready to Wear menüpont alatt. Következő legyen pedig Bottega Veneta. Sok mindenben nem tudok nála belekötni, de találtam itt egy majmos ananászos inget, ami hát meglehetősen érdekesen néz ki. Szerintem minden turkálóban lehet ilyet találni, legalábbis úgy tűnik nekem számomra, és nem gondolnám, hogy 980 eurót az így megérne, de megnézem azért, hogy honnan szerezhették az inspirációt. Minden esetre viszkózból van, azt hittem, hogy legalább sejem, tehát, hogy nem is értem, mindegy. Tudom, hogy ilyen szempontból sok dizájnerbe bele lehetne kötni, de azért tényleg ez azért egy olyan darab, ami nem tudom, hogy mi a tököt keresít igazából. De nézzük is a táskáit. Tudom, hogy nagyon sokan most oda vannak ezért a The Pouch táskáért.
Instagram tele van vele, tényleg ezek, mint a párna úgy néz ki, vagy mint egy kupac szar igazából úgy néz ki. És itt találtam a The Sponge nevezetűt, hát gyerekek. És nem tudom, én ezt próbálom itt táskaként felfogni, de amit látok ezen az az, hogy ez egy rohadt nagy dörzsi szivacs, és ennyi. És 7200 euróért szórják ezt a táskát, hát ez hihetetlen. Na de legalább valami aranyból van, vagy miből van ez? Az alapja az bőr. Jó, hát köszi. Utolsó tervezőm Dolce & Gabbana lesz, akiket kimondottan szeretek abból a szempontból, hogy gyönyörű virágos ruháik vannak. Mindig. Imádom őket. Óriási inspirációk ezek a ruhák mindig számomra. De azért ők is tudnak olyan dolgokat gyártani, hogy enyhén nevetségesek. Tehát az első ruha, amit találtam, az egy mini ruha, juta anyagból, ami lényegében hát ilyen krumplizsák anyag, és egy kedves zsiráf van így rajta. Mindössze 6950 euró. Valahogy nincs előttem az a kép, hogy valaki így ezt kiválasztja valamilyen alkalomra ruhájának. Tehát, hogy így gondolj be, hogy hát nem is tudom, mit vegyek fel, de van a Dolcétól az a krumplizsák zsiráfos ruhám. Ez tökéletes lesz arra, hogy elmenjek benne mondjuk egy safari parkba. Ó, és itt van a táska, amiről előbb beszéltem, hát gyönyörű. Úristen, szerelmes vagyok belé, tényleg. Hát nézzétek meg. De hát 6500 euróért. Ez tényleg egy ilyen, egy műtárgy, amit nem hordasz, csak így kirakod a lakásba, vagy így nem tudom. De hát azért meg 6500 eurót fizetni, ez elég ostobaság, de gyönyörű. Tehát ebből tényleg rendes bizniszt lehet csinálni, van egy csomó pénzed, megveszed ezeket a limitált kiadású kollekciós táskákat, és 5 év múlva eladod 3-szor annyiért körülbelül, tehát van, aki ezt így csinálja, de hát ez gyönyörű. Hát ilyen volt nekem, sőt, ez még lehet, hogy megvan a padláson otthon, bár nem lennék benne biztos. Kendra Shopper PVC-ből, pompomokkal, 945 euróért, és én még emlékszem arra, hogy nekem, amikor kicsi voltam, volt ilyenem természetesen, meg Katinak is volt ilyenje, és ezekben voltak a csetreszeink, és mindig vittük magunkkal, amikor a játék babakocsinkkal mentünk sétálni. De ez hihetetlen. Most meg eladja a Dolce 1000 euróért. Én remélem, hogy kicsit együtt tudtatok velem nevetni, és szörnyűködni, hogy mégis milyen dolgokat árulnak így a neten ezek a különböző dizájnerek. Mint mondtam, azért nincs sok dolog most, amiben úgy bele tudnék igazából kötni, mert nagyon szuper darabok is vannak, és remélem, hogy egyszer majd én is beruházhatok egy-egy ilyen dologra, de hát addig is megmarad ez a tevékenység. De minden esetre, hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!